üresek a mézes bödönök. A szorgalmas méhek mégsem dolgoztak az idén. Ha a napraforgó virágzása után a méhészek még ki tudnak egy kevés mézet pörgetni, akkor talán nem lesz veszteséges az idei szezon. Jó napot kívánok! A Pannongazda mai adásában erről is szólunk. Ellátogatunk a kispiaci jószág kiállításra is. A környék egyik legnagyobb vásárán egyre kevesebb állatot értékesítenek. Hektáronként 5 tonnás búzahozamra számíthatnak a vajdasági gazdák. Az aratás nagyban tart, az árak viszont még mindig ingadoznak. A részletek következnek. Már nagyban folyik a búza aratása, bár a hagyományok szerint az apostol fejedelmek, azaz Pál és Péter ünnepe a cséplés kezdő napja. Az idén viszont már a jeles dátum előtt elindult a kenyérgabona betakarítása az észak-bácskai körzetben. Az aratással együtt megkezdődött a búza felvásárlása is. Szabadkán a Fidelinka, illetve az Agroposzlovi vállalat is végzi ezt a feladatot. Minden termelőtől átveszik a learatott kenyérgabonát. Ez a vállalat Szabadka területén eddig 50 ezer tonna kenyérgabonát vásárolt fel a termelőktől. A goriszkén zsetve počula nešto ranije nego običajno, nešto ranije nego običajnih dana. Prvenstveno zbog posljednjih desetak izuzetno toplih dana. Prve količine pšenice ulaze kod nas na skladište. Što se tiče samih prinosa, kvaliteta, to će više moje kolege da kažu. Sama kompanija Agroposlovi, odnosno Fidelinka, je spremna da otkupi kompletnu, odnosno svu ponuđenu količinu pšenice koja nam se ponudi u ovom momentu. Prijemna mjesta su nam u Aleksandrovu i Bajmoku. Prijemna mjesta rade od 6 do 22 sata uveče, odnosno po potrebi primit ćemo normalno celokupnu količinu pšenice koja je u tom momentu ispred naše vage. Ja sam u ranijim skupovima i to nagoveštavao. Plan meljave Fidelinkinog mlina u narednim mjesecima, odnosno imali smo dva plana. Prvi do žetve i nakon žetve. Upravo žetva je u toku. Plan meljave mlina u narednim mjesecima će se kretati od 4,5 do 5.000 tona na mjesečnom nivou. Ako se to pomnoži sa 12 mjeseci, znači otprilike su cifre negdje oko 45 do 50.000 tona, ako se uzme u obzir i remont koji je svakako neophodan u toku narednog perioda. To su neki targeti naši i u ovoj žetvi. Ja mogu samo da kažem da su uslovi prijema istaknuti na vidnim mjestima, da primamo, skladištimo ovogodišnji rod pšenice u našim silosima. Poljoprivrednim proizvođačima je na volju da ili skladište ovogodišnje rod pšenice po uslovima koji su vidno istaknuti, kojim se nudi takozvana i između ostalog paritetna i ušurna meljava, za razliku od prethodnih par godina što nije bilo praksa u Fidelinci, ili, evo ja objavljujem javno pred vašim majdisnim kućama, da naša kompanija Fidelinka, odnosno Agroposlovi kompanija Fidelinka, otkupljuje, odnosno isplaćuje akontacionu cenu pšenice po 19 dinara plus 5%, odnosno to iznosi 20 dinara. U ovom momentu to je akontacijalna isplata, krajnju cenu ćemo da isplatimo na kraju žetve, znači negdje otprilike 15. jula. Tako da u ovom momentu teško je reći šta će biti ta krajnja cena. Nijedna mlinska kompanija još nije izašla ni sa jednom zvaničnom konkretnom cenom. Slika ove naše priče otprilike i kod drugih, mada smo mi dali nešto akontacijalnu veću cenu u odnosu na ostale, jer smo tu negdje targetirali ovogodišnju cenu sa ovogodišnjom cenom pšenice. Tako da slobodna volja poljoprivrednih proizvođača hoće li prodati pšenicu u ovom momentu po ovoj ceni ili će pšenicu uskladištiti po uslovima koji su vidno istaknuti i onda ćemo mi u toku narednih mjeseci, narednih 10-12 mjeseci sukcesno isplaćivati pšenicu po tržišnim cenima u tom momentu u mjesečnoj količini negdje oko 4,5 do 5.000 tona ćemo otkupljivati u toku narednih mjeseci. A szakemberek úgy vélik, idén jobb minőségű búzát takaríthatnak be a termelők. Obično se kaže da postoji predžetvena analiza, to je jedan dobar, stari običaj Nemaca da oni uđu nedelju dana ranije u njivu pa ocene kakva će im biti žetva. Malo smo ih imitirali, posebno je to uradila ova ekipa i naravno tek dva dana žetva ide, imate zona u Vojvodini u kojoj je žito zeleno, imate čak i ovde, ali na onim prvim uticima imamo dva mišljenja. Naravno, ograđujem se profesionalno da se prvi mačići uvek u vodu bacaju, ali na bazi prvih rezultata trebali bi da imamo nešto iznad prosečne žetve kvalitet. Jedino što nam sreću kvari, to je Eurigaster ili stenica ili smrdljivi Martin, sve zavisi kako ste navikli da ga čujete. To je napad na pojedinim delovima vrlo neugodan i na to moraju svi da obrate pažnju, posebno se ovde na otkupnim mestima vodi računa, jer ta pšenica kasnije daje veoma loše rezultate u pekarstvu, brašno bude
slabo, hleb slabog kvaliteta i mi to pokušavamo sad odmah u startu da zaustavimo, da ta pšenica bude za neku drugu namenu, a oni uzorci koji se pokažu da su kvalitetni, znači da nemaju više od 1,5 do 2% stenice, bit će za klasu bolji nego prošle godine, ako ne bude užasni kiša, orkana i tako dalje. Vi sami znate da, nažalost, kod nas u žetvi, dok pšenica ne bude u silosu, dešavaju se razno radne stvari. Naš seljak više nije seljak, on je farmer. I zapamtite, on više se ne igra toga da pita nekoga. On čita internet, on prati prognozu na 10 dana unapred, tačno zna kad će krenuti u žetvu. Vi imate jednog savremenog seljaka koji neće ući sada da plaća još i sušenje. Ove kiše koje su prošle nedelje bile kratko i koje očekujemo noćas, isto će biti kratke i seljak vrlo mirno pristupa žetvi, jer je negde između 12,5 i 13,5 vlaga zrna. Tamo gde je vlažno, ono se zeleni, ono je još na kraju voštane zrelosti, on u njivu ući neće. I vi danas imate maltene agronome za traktorskim prikolicama, tako da ne verujem da će biti uključivane sušare. Nećemo bacati novac na takav sport. Szerbiában becslések szerint 472 000 hektárnyi területen vetettek búzát. Ez elegendő a hazai malomipar és pékipar számára, kivitelre viszont ebből kevés jut. Összesen ugyanis 1,8 millió tonna termésre számítanak. A búza árát egyelőre azért nem határozták meg, mert a felvásárlók kivárnak, hogy a termés hány százalékát adják át a malmoknak a gazdák. Amennyiben nagyobb mennyiség kerül a padlásra, keresett lehet a növény, és még jó ára is lehet a kenyérgabonának. You left me and you went away. You said that you'd be back in just a day. You've broken your promise and you left me here alone. I don't know why you did, dear, but I do know that you're gone. I'm walking the floor over you. I can't sleep a wink, that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Walking the floor over you. Vidékünk egyik legnagyobb jószág és kirakodóvásárát a három téli hónap kivételével minden hónap utolsó vasárnapján kispiacon rendezik meg. Látogató, nézelődő akad bőven, a jószág felhozatal azonban elenyésző volt a kirakodóvásárosok hasznos és haszontalan portékáinak gazdag kínálata mellett. A gyér felhozatal még a kispiaci vásár rendszeres látogatóit, a kishomokiakat is meglepte, akik bárányokat és kecskéket kínáltak eladásra. Nem a nagy, már ugye nincs a népnek pénze, és akkor így olcsóbb minden. Bárány is most ebben az évben nagyon lent volt, 2 euró 20-30, elejébe volt 50, most meg 2, 1,80. Úgyhogy ezért nem nagyon kifizető tartani sem. Gondolom, hogy nem ennyi van otthon, jóval többet tart Rudolf is, csak ennyit hozott el. Nem sok van nekünk, kint vannak juhásznál, 30-40 darab, így valahogy. Kevesebb van még, nincs olyan nagy csapat. És a kecskék? Kecskék, ezek csak ez a kettő van, nincs több. Azoknak mi az ára? Egyáltalán érdeklődnek-e utána? Hát hallja, nem nagyon érdeklődnek, 150 dinárt kínál a kis kecskéjé. Az öreg kecske az meg szinte nem is érdekelt. A jószágtenyészt is... Mennyire? Egyáltalán megéri még ma vergődni vele? Nem tudom, a kecskék is, főleg a birkák mellett valami mással vergődik-e még? Hát van még egy valahány tehén, egy 7-8 tehén, de hát az sem nagyon érdemes, mert a tejára is ugye nem a nagy, mind válogatnak benne. Eladásra meg, hát ahogy a jelenlegi látszik, nem nagyon éri még tenyészteni. Nem nagyon hallja. Takarmány drága, úgyhogy nem kifizetődő. Gondolom, hogy a takarmányi részét is saját maga termeli meg, azért, hogy ne kelljen azt is megvenni. Hát igen, mind termeljük meg, hogyha nem elég, akkor még vesszük is. És 2000-2100 dinár a kukorica bezzeg. A hereszéna most az idei, 1500 dinár, mázsája. Ez van.
a múltkori vásárhoz képest mennyiben változtak az árak, estek, emelkedtek esetleg? Ja, akkor se volt bevő, meg most se nincsen bevő, úgyhogy az ár ugyanez volt, és akkor semmi. Majdnem úgy jön ki, hogyha változik, ha nem változik a bevő, akkor se lesz se több, se kevesebb. Így van, nem, mert senki sem minek vegyen a kukorica ár mellett, meg az ilyen ár mellett. Nem érdemes vele vergődni. A növénytermesztésben érdekelte, van-e buzája, kukoricája, vagy ilyesmi? Ja, nem sok van, egy pár hold van, buza van, két hold. Azok sem, jaj, de jók, mert megszorult a szemem most ebben a szárazságban. Kukoricák, meg ki tudja még, azok is úgy állnak, hogy sűnek fel. Öntözni meg hát elég nehéz kis. Nem bírjuk öntözni, nincs olyan területünk. A gazdák főleg birkákat, kecskéket, néhány borjút, egy-két tehenet hoztak a kispiaci vásárra. A legnagyobb kínálat kismalacok volt. Ezek ilyen svéd landlasz és pedigrések, tehát fajtiszták, úgyhogy papírjuk van a kucának és a kannak is. Ezt tudom mondani. Még a vásár elején járunk, egyáltalán érdeklődnek-e, van érdeklődő a malacok iránt? Érdeklődés van a malacok iránt, tehát úgy körülbelül 50%-át adtam-e ez idáig. Mi az ára malacnak ma? Az ára 230 dinár körül van most jelenleg, hát tudja, hogy van termelők, mindig elégedetlenek vagyunk, a vásárlóknak ez egy kicsit sok, de azért megy eget, 50%-a eget. Húsmalacok ezek? Igen, ezek tiszta húsmalacok. Akkor tovább tenyésztésre érdemes őket vásárolni, ugye? Tovább tenyésztésre tisztára alkalmasak, tehát. Maga is vergődik vele, vagy csak így kismalackorukig is, aztán túlad rajtuk? Én is hízlalok, már 20-22 éve foglalkozom ezzel, hát én kitartok ez mellett. Egyszer len, egyszer fönn, disznó ilyen. Eszik 23 kiló, 70 deka az átlag, otthon megmértem őket, és azt tudom mondani, hogy tehát ez a reális ár, tehát ez a reális súly, ez a 20-25 kilós korukban szoktuk eladni mindig a malacokat. Mennyi van otthon most, mennyivel vergődik? Hát 5 kocám van jelenleg, tehát nem mind fias, vannak hasasok is, tehát úgy nézem, hogy váltásban legyenek, mivel a helyszíke állandóan problémát jelent, így váltásra fiatatom őket. Van, mikor 2-3-nak van fia, a többi hasas, vagy fordítva. Nagyban is árulja őket, vagy mindig így hozza a vásárokra? Nagyban is szoktam, valamikor annó régen, 20 éve még mindig átadtam a szuprováknak. Vagy... Egyik malac kiszakadt a zsák, ki akar belőle jönni, majdnem megszökött. Ez már elkelt? Ez már elkelt, igen, csak várom a vevőt, hogy jöjjön a kocsival, és berakjuk, és viszi. A tenyésztés mennyire fizetődik ki? Takarmányt tud-e termeszteni maga is, vagy mindent vásárolnia kell? Hát a takarmányt azt én termesztem, tehát úgy árpa, úgy kukorica, csak az alapanyagot veszem meg, tehát az ilyen premixeket, ezt, azt, azt megveszem, és hát mondjuk azt, hogy most egy kis haszon van rajta, de ezelőtt, mikor még nem volt ilyen ára a malacnak, akkor nem igazán volt kifizetődő a malac, de most azért is emelkedett a malacára, mivel hogy kicsit a piacon hiány jelentkezik. Az ember úgy azt gondolná, hogy kis malac az általában új év tájékán a legkelendőbb, de nyilván így is van az, csak nem mindig, mert hát ugye a továbbtenyésztéshez, a hízleláshoz azért aztán csak új évkor vesznek, azt inkább az új évi asztalra szánják csak. Pontosan így van, hogy az emberek nagy része az új évi ünnepekre appellál, de azért a disznóról tudni kell, vagy a malactenyésztésről, hogy mindig kell csinálni. Egyszer hoz, egyszer visz. Egyik vásárról a másikra változik az ára? Hát igen, ez ingadozó, mint minden más terméknek. Sajnos a földműveseknek tisztában kell lenni azzal, hogy az ő termékük mindig ingadozik. Tehát úgy a tejára, úgy a malacára, úgy a hízóára minden ingadozik. De próbálunk a piacon megállni helyünket, és próbáljuk kitartani a szakmánk mellett. Tehát mi próbálunk mindig hízlalni, mindig malacot nevelni, és majd ez valahogy egyszer hoz, egyszer visz, ahogy mondtam. Ezzel foglalkozik kizárólag? Ebből él a család? Igen, földműves és állattenyésztés. Ez a fő profilom. Köszönjük szépen is. Hát, amint az elébb is mondtam, kelljen el az összes kis malac. Köszönöm szépen. A kispiaci jószágvásár jól illusztrálja a szerbiai jószágtenyésztés helyzetét. Egyre kevesebb a tenyészállat, egyre többen hagynak fel ezzel az ágazattal. A kispiaci vásártéren teljesen megbomlottak az arányok. Ma a terület 4/5-én a mezőgazdasági gépek és szerszámok, használt gépalkatrészek, növénytermesztési és állattenyésztési segédeszközök mellett ruhaneműt, edényeket és milliónyi bóblit árulnak, a jószágok sajnos elférnek a vásártér 1/5-én. Valaha ez másképp volt.
Fordított arány sohasem létezett, de voltak idők, amikor azért több volt a jószág, mint az egyéb eladni való. A jószágtenyésztők ma már inkább megszokásból, mint sem komoly anyagi érdekből jönnek el a kispiaci vásárra, mert gyakran előfordul, hogy minden eladásra szánt jószágot hazavisznek. Ez az, amikor drágább a leves, mint a hús, és ez az, amin Szerbiában mi hamarabb változtatni kellene, még mielőtt nagyobbak lesznek a bajok a megrégetnél. Katasztrofális idényt zárnak a méhészek. Június végén a mézes böddönök kongnak az ürességtől. A kevés mézért elsősorban az időjárási körülmények felelősek. Sajnos a zakász elfagyott, az olajrepce nagyon gyöngén mézelt, mert elszáradt. Most kezdődik a napraforgó, vaddohány egyedül, amilyen közepes hozamot hozott, de visszamenőleg rosszul mézelt, és nem is nagyon mentek vaddohányra az emberek. Ami pedig még a hársat illeti, szintén ilyen mézelő növény, az csak Fruskagórán van, az nekünk messze van, meg minden nem kifizet oda leutazni. Ön mióta foglalkozik méhészettel, és mekkora állománnyal rendelkezik? Hát én is egyik ilyen hobbi méhész vagyok, szeretetből csinálom, és körülbelül 12-3 éve foglalkozok vele. Ahogy nyugdíjba vonultam, elkezdtem foglalkozni, és megszerettem a bogarakat, azóta vagyok ilyen bogaras. A méhekkel hogyan kell foglalkozni, mondjuk decembertől decemberig mi történik a méhekkel? Hát ami a méhészetet illeti, mink augusztus végén szoktuk bezárni az évet, és augusztus vége után már fölkészülünk a jövő évi méztermelésre. A méheket be kell teleltetni. A teleltetés az azt jelenti, hogy erős, egészséges családokat teleltessünk be, és megfelelő táplálékkal lássuk el őket, hogy a hosszú telet átvészeljék, és hát föl kell készülni, ugyanak a betegségek megelőzésére föl kell készülni, az atkákat a maximum le kell ritkítani, vagyis megsemmisíteni, úgyhogy a méhészeknek egész évben van munkájuk, fölkészítik, majd pedig jön a téli időszak, mikor a kaptárokat rendezik, kereteket, stb., és árulják a mézet. Tavasz, utána várjuk a tavaszt, nagyon várjuk, de méhecskék még jobban, úgy zsonganak, hogy mikor tudnak kirepülni. Hát sajnos az idén az időjárás olyan volt, hogy hát az első nagyobb ilyen mézelő növény, az akác, az elfagyott, és egész itten az Alföldön, Magyarországon, itt nálunk nem nyílott ki az akác, és hát ez az egyik legjobban mézelő növény, még legkeresettebb méze van neki. Ez elmaradt, előtte volt az olajrepce, az is nagyon gyöngén mézelt, inkább virágport adott, és hát megmaradt utoljára napraforgó, ami most annak az idei téljük, hát mindenki kihordta a méheit a napraforgóra, és várja, hogy valamit bepótoljanak, amit eddig elmulasztottak a méhék. Hát bízunk benne, hogy valami csak lesz, de hát sajnos elmaradt a zakász, amit mindenki kedvel és szeret. És ezek a körülmények mennyire fogják befolyásolni a méz árát esetleg? Hát van egy ilyen piac, ami mindig a kínálat kereslet szabja meg az árakat, de az mellett van az a nagy szegénység is. Az embereknek valóban annyira alacsony a havi megélhetési keresetük, hogy hát néha mellőzik a mézet mindaz mellett, hogy meg kellene venni, de hát vannak sokkal szükségesebb dolgok, a gyerekek iskoláztatása, ez amaz, és akkor nagyon szűkösen vásárolnak is. Ez véget, a méhészek alacsonyan tartsák az árakat. Melyek voltak még azok a körülmények, amelyek negatívan befolyásolták a méz mennyiségét? Hát a méz mennyiségét az idejév valóban
nagyon rosszul kezdődött. Télen nagyon sok család elpusztult, úgyhogy itt nagy volt az elhullás. Utána pedig, mivel kevés bogár volt, elszaporodtak a lopások. És rengeteg családot megtizedeltek, megloptak, úgyhogy jelentések is készültek. Az mellett még ilyen méhbetegségek, akkor mérgezések történtek, akkor a permetezések, úgyhogy nagyon megtizedelték a méhállományt, és hát az mellett még nem volt hordás, és hogy mivel nem volt hordás, végül is csak felerősödtek a méhcsaládok, de mivel nem voltak lekötve munkával, így megindult a rajzás, és ezen a rajzáson köztül sokat veszítettek a méhészek. Itt a környéken mennyire közkedvelt hobbi a méhészet? A környéken, hát elég mondhatom, hogy közkedvelt, bár is az utóbbi egy-két évben sok fiatal próbálkozik vele, és jelenkeznek, társulnak az egyesületbe, és bíznak benne, hogy legalább egy kis pótkeresetre tudnak. Hát, ami azt illeti, minden évben megvan a Mész Egyesületnek a programja, az év programja. Vannak testvérkapcsolataink a bajai, a halasi méhészekkel, akikkel már évtizedes barátság fűződik, és mi részt veszünk az ő rendezvényeinkén, ők ugyanakkor viszonozzák. Hát az egyik ilyen leglátványosabb, a Topolyai Mészkarnevál, az szeptember 15-én lesz az idén. Már jelenkeztek a külföldiek, akik eljönnek, sőt, mi több, biztatnak a magyar méhészek, hogy küldik a mészkirálynőjüket is, amit minden évben el szoktak küldeni. De a születi napokra, amit Morovicán tartunk most szeptember 1-én, erre is jelenkeztek már nagyszámú méhészek, hogy részt akarnak venni hagyományosan. Ilyenkor összejövünk, kis társalgás mellett, barátkozás, minden, és kis vígasság, és a nehézségeket így könnyebben elfelejtsük. Önnek személy szerint mit jelent ez a hobbi? Hát azt jelenti, hogy az ember konkrétan még szereti a bogarakat. Minél több csípést elszenved, annál jobban kedveli őket, és nem tudom elképzelni azt, hogy az udvaromban ne maradjon egy-két kaptár, mindaz mellett, hogy ilyenkor a kaptárokat a legelőre visszük, de azért muszáj, hogy otthon maradjon egy pár kaptár, és hát este, mielőtt az ember lefeküdne, mindig az utolsó az, hogy kimegy, megnézi a bogarait. Reggel, ha fölébred, megint a bogarait nézi, és hát napközben se hagyja ki, és hát valahogy ez egy olyan szenvedély, amit csak a méhészek ismerik. A drasztikusan kevés mézmennyiség természetesen kihat majd a termék árára is. Már tapasztalható a drágulás, hiszen míg tavaly a termelőktől 250 dinárért is vásárolhattunk 1 kg mézet, most 500 dinártól nem találunk olcsóbbat. Azok a méhészek járnak jól az idén, akiknek az előző szezonból fennmaradt az árujuk, hiszen most dupla áron értékesíthetik portékájukat. Köszönöm a figyelmüket, a Pannon gazdát látták. Amennyiben lemaradtak műsorunkról, a pannonrtv.com honlapon újra nézhetik riportjainkat. Legközelebb is várom Önöket. Viszontlátásra!